Megújul a Mester utcai szakrendelő. Idén is 2 köztisztviselőt jutalmaztak. Átadták a Démétér ház legújabb szárnyát. Köszöntjük Önöket! Zajlik a Mester utcai szakrendelő energetikai felújítása, melynek részeként a homlokzat is megújul. Június közepén kezdődött el a Mester utcai szakrendelő megújulása. Most már látványos is a felújítás. Az udvar felállványozva van, ahol már az új ablakok is a helyükre kerültek. A munkákat dr. Bácskai János polgármester és Zombory Miklós területért felelős alpolgármester az intézmény igazgatójával, dr. Kovács Józseffel közösen tekintette meg. Tipikusan az összefogás az állam és a önkormányzat összefogásának egy jó példája, hiszen több mint 300 millió forintról beszélünk, ebből ennek a 2/3 uniós pályázati pénz, Kehop 5.2.9-es épületenergetikai pályázat, és ebből a több mint 300 millióból nem csak az egészségügyi szolgáltató, tehát a közismert nevén a Mester utcai rendelőnek, a FESZ-nek a energetikai felújítása fog kiviteleződni, hanem az Epres óvoda is nyert ebből az összegből. Ez 2 különböző beruházás ugyan, de egy időben zajlik. Nagyon komoly megújulása lesz a kerületi rendelőnknek, hiszen utolsó felújítás, generális teljes felújítás több mint 30 évvel ezelőtt volt. Elnyertünk egy pályázatot, és egy jelentős önrészsel ebben a pályázatban az önkormányzat hozzájárul ahhoz, hogy megújuljon az épületünk, kellemesebb, jobb körülményeket biztosítsunk a betegeink és a hozzánk fordulónk számára. Az épület teljes átépítése megtörténik kívülről, belülről is komoly dolgokat tervezünk, a nyilászárókat cseréljük ki kívül belől, ez lényegében az egyik legnagyobb munka, meg fog újulni a fűtésrendszere, a kazán cserével az épületünknek, arról már nem is beszélve, hogy napelemeket tetetünk föl a ház tetejére, oldalára. Lényegében ezek a legfontosabb elemek. A szép homlokzat biztos, hogy még szebb lesz, hiszen ez egy 80 éves, szépen megtervezett épület, mindig is rendelőintézetnek készült a 2 világháború között. Azóta jelentős átépítés nem történt, ez sem átépítés, amit most végeznek az építők. Az a jelenleg alkalmazott háló, ami a klinker téglákat védi, az el fog tűnni, szebbek leszünk, csinosabbak leszünk, és jobb kedvel fogjuk várni a betegeinket. Decemberig tart a megújulás. Miként érinti a felújítás, a felújítási munkák a rendeléseket? Feltétlenül érinti. Inkább csak úgy tudom hasonlítani, hogy azt hiszem, kevesen vagyunk, akik az idők során odahaza lakásfelújítást nem csináltunk, és akkor el kell azt úgy képzelni, hogy felújítjuk a lakást, itt jelen pillanatban a rendelőintézetet. El nem költözünk belőle, az egyik szobában zajlik a felújítás, a másikban lakunk. Hát ez nagyobb mastábokat hoz be tulajdonképpen ebben a rendületben. Azt kell mondani, hogy az épület egyik részében dolgozunk, a másik részét felújítjuk, terv alapján a rendeléseinket, ha szükséges, áthelyezzük egyik helyről a másikra, nem állunk meg, nem hagyjuk abba, betegeink rendelkezésére állunk, mert várják tőlünk. Milyen módon támogatja Ferencváros önkormányzata a Mester utcai szakrendelő? Évi rendszerességgel több éve már több mint 200 millió forinttal támogatja az önkormányzat a FESZ működését, és az egyéni egyedi kéréseket is évről évre mérlegeljük, hogy mi az, ami már halaszthatatlan és kivitelezhető, és ebben is minden évben vannak olyanok, amik stratégiailag fontos beruházások, így most a röntgennek a cseréje is bekövetkezik ebben az évben. Július elején ünneplik, köszöntik és díjazzák a köztisztviselőket és kormánytisztviselőket. Ferencváros önkormányzata Magyary Zoltán díjjal jutalmazza az ezen a területen kimagasló munkát végzett dolgozókat. A házasságkötőteremben tartották a közigazgatásban dolgozókat elismerő Magyary Zoltán díjátadót. Az ünnepségen közreműködött Bakos Kis Gábor színművész. Ferencváros önkormányzata nevében köszöntőt mondott dr. Bácskai János polgármester és dr. Dombóvári Csaba jegyző. A köztisztviselő, a kormánytisztviselő, az állami tisztviselő az a közszolga, aki a közszolgálati jogviszonyának keretében az az állampolgárok, választópolgárok, az emberek ügyeit intézik. Az ember, aki képes a másik ember, az ügyfél egyéni, egyedi élethelyzetét megérteni, és a közhatalom birtokában meghozott döntése során mérlegelni is. Meggyőződésem, hogy az emberi tényező nem tűnhet el a közigazgatásból, az ügyek intézéséből, bármilyen precízen fogalmaznak is a jogszabályok, és bármilyen mértékben segítik is a munkát különböző technikai újítások, szolgáltatások. Ferencváros Magyary Zoltán díjában idén is 2-en részesültek. Romhányi Ildikó revizorként került Ferencvárosba 1999-ben. Már ellenőrzési munkája során is kitűnt segítőkészségével, munkabírásával. Egy éven belül a pénzügyi iroda költségvetési csoportja feladatainak koordinálásáért lett felelős. A rábízott feladatok ellátása során tökéletesen vette az akadályokat, legyen az jogszabályi változás, a kollégák betanítása vagy a munkafegyelem betartása. 2013. február 1-től a pénzügyi iroda irodavezető helyettese. Az összes szakterületen jártas, a hibákat azonnal kiszűri. 18 hivatalban eltöltött éve során szakmai felkészültségét, rátermettségét, terhelhetőségét sokszor bizonyította már. Megszámlálhatatlan munkaórát töltött az integrált pénzügyi rendszer kiépítésével és tökéletesítésével. Szükség esetén az esti órákban és hétvégén is segíti az irodavezető munkáját, a költségvetés és a zárszámadás határidőre történő elkészítésében. Kollégáival jó a kapcsolata, mindenkinek igyekszik megfelelő szakmai segítséget nyújtani. Romhányi Ildikó, Ferencváros Magyary Zoltán díja. Oszkiné dr. Kovács Györgyi 2003. október 1-től, vagyis idén 15 éve dolgozik az önkormányzat polgármesteri hivatalában. Jelenleg a Humán Szolgáltatási Iroda intézményfelügyeleti csoportjának vezetője. Munkáját nagy kitartással és szakmai hozzáértéssel végzi. Mindig ügyel a határidők, illetve a jogszabályok pontos betartására. Gyors munkatempó, szakszerűség és magas színvonalú feladatellátás jellemzi. Gyorsan reagál az új kihívásokra. Feladatainak ellátásához szükséges elméleti tudását folyamatosan fejleszti. Több éves szakmai tapasztalatával segíti az iroda felügyelete alá tartozó intézmények munkáját. Kiemelt figyelmet fordít az általa nyújtott tájékoztatások alaposságára. Jó kapcsolatot ápol a felettes szervekkel, az iroda felügyelete alá tartozó intézményekkel, a társhatóságokkal és a civil szervezetekkel is. Az eltelt évek alatt nagy szerepet vállalt a Ferencvárosban kiemelkedően működő civil pályázati rendszer kialakításában. Dr. Tomasz Oszkiné dr. Kovács Györgyi, Ferencváros Magyary Zoltán díja. Gyógyulás közben is együtt lehet a család. A Démétér házban a csontvelő átültetésen átesett gyerekeknek és szüleiknek biztosítanak a gyógyulás idejére kényelmes otthont. A ház új szárnyal bővült. 2017. december 4-én tették le a Démétér ház új szárnyának alapkövét, a Market Zrt. Kivitelezésében pedig 2018. július elejére már el is készült a 6 apartmant és közösségi tereket magába foglaló épület. ami a csontvelő átültetésen átesett beteg gyerekeknek és családjuknak jelent a gyógyulás idejére átmeneti otthont. A Dél-Pesti Centrum Kórház a Szent László Kórház területén lévő ház átadó ünnepségén beszédet mondott dr. Kásler Miklós, az Emberi Erőforrások minisztere. A kormánynak, az egészségügynek, a kórháznak, az egészségügyi dolgozóknak, orvosoknak, nővéreknek az a közös feladatuk, hogy biztosítsák a betegek számára, a legsúlyosabb betegek számára különös gonddal a legkorszerűbb gyógyító eljárásokat, és biztosítsák az emberhez méltó gyógyítási körülményeket, azonban mindez nem elég, mert az egészségügy nem tudja pótolni a családi szeretetet, nem tudja pótolni a biztonság érzését. Ezért tartom rendkívül nagyra ezt a kezdeményezést, mert hiszen itt nem csak az egészségügy, nem csak a profik, nem csak a kormányzat, hanem az egész magyar társadalom egészében is, és az egyének révén is részt vett abba, hogy olyan környezetet lehessen kialakítani, amely az elérhető maximumot nyújtja rászoruló gyermekeinknek. A miniszteri beszédet követően a Démétér ház korábbi és jelenlegi gyógyuló lakói lufikat engedtek a magasba. A nemzeti színű szalag átvágásával hivatalosan is átadták, majd megtekintették az épület legújabb szárnyát. A beruházás több mint 175 millió forintból valósult meg, kormánytámogatásból, adományokból és társadalmi összefogással épült fel a ház, a kivitelező pedig a munkálatokat önköltségi áron végezte el. A frissen átadott épületben pohárköszöntőt mondott Novák Katalin család és ifjúságügyért felelős államtitkár, Kriván Gergely osztályvezető főorvos, a Démétér Alapítvány elnöke, dr. Váji Nagy István, a Dél-Pesti Centrum Kórház főigazgatója és dr. Bácskai János polgármester. Változtatnunk kell a Ferencvárosi Szent Háromságon, mert eddig a Szent Háromságot a városépítés, a kultúra és a fradi után a gyógyítás lesz a negyedik, amit említeni kell, hiszen Ferencvárosban óriási kórházak települtek már a múlt század végén is. A Démétér házzal ennek a intézménynek, ennek a szolgáltatásnak és a reménynek a területe is megmaradt Ferencvárosban, és itt lesz. Az állami támogatás mellett jelentősek voltak az adományok, különböző támogatások is. Erről is beszélt az alapítvány programigazgatója. 1000 forintos tértalagyegyekkel próbáltunk gyűjteni. Nagyon sok cég állt mögénk, építőanyagokkal támogattak minket. Jótékonysági futóversenytől most a nyáron került megrendezésre a Ferencvárosi Közösségi Alapítvány szervezésében a Swimaton, az egy jótékonysági úszóverseny, ahol idén másodszor vehettünk részt. Azért, hogy ez a tér itt ne üresen, hanem szépen bebútorozva legyen. Minden lehetőséget megragadtunk. Milyen új terek jöttek létre ezzel az épületszárnyal? Hú, hát itt nagyon sok minden megvalósult, azon kívül, hogy 6 újabb apartmannal bővült a ház, ami rettentően sokat jelent olyan szempontból, hogy lehetőségünk nyílik arra, hogy fiatal felnőttek esetében, ugye 18 éves vagy 19 éves egy gyerek, az ugyanúgy igényli a szülő jelenlétét, tehát egyrészt tudunk nekik is segíteni, másrészt, ami nekem a szívem csücske volt, hogy azokat a szupportív terápiákat, amiket itt a házba végezzük, az eddig a közös térbe történt a működő résznél. Most van tornaterem, ahol a gyógytornát tudják folytatni a gyerekek, van tanulószoba, van pszichológus foglalkoztató, van pihenőszoba, ahol a megfáradt szülőknek önkéntesekkel tudunk jogát, masszást, bármilyen dolgot létrehozni. Tehát ezek a szupportív helyiségek, ezek rettentően sokat számítanak, mert a minőséghez, a minőségi gyógyuláshoz ezek a dolgok nagy mértékben hozzájárulnak. A 9.tv Ferencváros híreit láthatták. Észrevételeiket, kérdéseiket várjuk a 218-21-21-es üzenetrögzítős telefonszámon, vagy írhatnak nekünk info@9.tv az e-mail címünk. Köszönjük figyelmüket, további kellemes hetet kívánunk, viszontlátásra!